Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind fall. Sziasztok gyerekek! Újra vezetős log, bizony! Ne haragudjatok a sapka miatt, de itt oldalt össze-vissza áll. Ja, jó rég volt már vezetős log, tulajdonképpen már is fejtettem, hogy a francba kell ezt csinálni. Mi ez a fennforgás itt? Atya úristen! Na hogy vagytok srácok? Remélem minden faszal, remélem minden oké. Elkezdett hideg lenni. Mondjuk így január végén már ildomos. Nem? Tehát, hogy februárban Jézus Isten! Hát mi van az emberekkel? Most, hogy bejött a hideg, mindenki ilyen agyfarok. Igaz, ezt én mondom, aki vezetés köz megőrül. Na most ez mi? Megállunk az út közepén? Ez nagyon jó, egy Audi is van előttem, semmi baj. Na, igazából kis életupdate, vagy nem tudom, hogy érdekel valakit az életupdate, vagy nem tudom, hogy mi a francnak mondjam ezt, az életjátékot, hársas játék. Jól vagyok, meg vagyok, most kicsit beteg volt még az elmúlt egy hétben, úgyhogy ennyi, vizsgák, vannak vizsgák, elvileg lehet, hogy még lesz egy, lehet, hogy nem, ki tudja, ugye ez mind attól függ, hogy mennyit teljesítettem. Képzeljétek el, gyerekek, elkezdtem kicsikét egészségesebb életmódot folytatni. Na most nem kell megijedni, hurkaburgert még így is napi szinten háromszor eszek, csak egyszerűen elkezdtem járni, mozogni. És ugye egy férfi, ilyen esetben én, hova máshova járna el mozogni, mint Pilatesre! Így van, gyerekek, Pilates! Tehát, értitek? Na most igen, sokan azt hiszik, hogy ez ilyen női mozgás, ilyen kis nyújtok egyet-kettőt, stb. Nem! Rohadtul nem erről van szó, gyerekek! Borzasztóan nem! Elmész, és leszarod a mozgás szőnyeget, vagy azt a foamot, azt a habszőnyeget, vagy mi a frászt, amire ráigzott már három nő előtted, lefosod, olyan nehéz, beszarsz, minden egyes izmodat megmozgatja, nyilván én azért fosok be, mert azért nem vagyok túl fit, ugye, hát ez nagyon nehéz kitalálni. Múltkor is elmentem, és van ez az alsó hasidom gyakorlat, feküdj hanyat, társ szét a lábaidat ilyen V alakba föl, mint a szülőszobán, és akkor igaz, látszik, hogy nem voltam még soha a szülőszobán, és akkor ugye azokat a lábadat így kell így mozgatni, így oldalra, ki jobbra, balra, stb. És egyszerre. Azt mondja, ebből 40. Oké, 30-nál már azért kezdesz beszarni, 40-ig nagy nehezen eljutsz, és akkor megáll egy pillanatra. Na még 40! Igen? Komolyan mondom, nem, a középkorban nem volt ilyen kínzás, gyerekek. Akkor néha van ilyen, hogy súlyzót fogja kezedbe, ugye a férfiak inkább egy 3 kilós súlyzóval. Tudom, nyilván ugye most a nagy tesztoszteron bombák mondják, hogy 3 kiló, hülye vagy te! 20 kilóssal csinált hülye gyerek, de aztán nyilván ugye a 102 darab 100 kilós a legjobb, tehát hogy akkor vagy igazán férfi. Én nem vagyok akkor ezek szerint férfi, a maszkulin jegyek nem láthatóak, de semmi probléma. Volt ilyen, hogy fogd meg két súlyzót, na most én 3 kilóssal nyomom, ugye igazából azt hiszem az a legnehezebb, vagy azt hiszem van 4 kilós is. Na majd azt majd legközelebb, így is majd összefostam magam, és közben állj be ilyen kis terpezbe, és kezdje hajogatni így a térdeddel. És szolidan hajogatsz a térdeddel, és közben ugye akkor ezeket így. Ebből egy 30, szolidan aztán megállás nélkül kitartsd, ott is 30, aztán föl 30, oldalra 30, és akkor van olyan, amikor nem is 30, hanem hogy így tudod, így a nő mondja, hogy 3, 4, 5, 6, tehát hogy ez a Rubin Drékás, tehát ez a, hogy csinálj a 40-et ebből, számolom, 1, 2, 3, te közben megrohadszod a tévé előtt, de azért így 4. Most nej meg! Keményebb! És 7, emel a melkos! És akkor ott a medencén van egy ilyen Rubin Drékás videó, hogy a medence közepén van egy ilyen szolid kis híd. Ilyen tök jól néz ki az egész szálloda komplexum, így ott a kisgyereke, ő is ott egy darabig ott tornázik mellette, meg ott izzad szegény ő is, tényleg jól nyomja, és akkor utána egyszerűen belefordul a vízbe, azt nagyon van, mami, én meguntam. Én is ott addig nagyon tos bele a vízbe, és akkor meg ott tovább így 5, 6, tehát nem csinálja, csak mondja 7, közben ott így 8, jó van drágám, mindjárt megyek, 9, már én is halálra unom, 10. De egyébként meg kell mondani, az edző, akihez járunk, mert ez egy csoportos terápia, mondhatok ilyet, nagyon jó fej, nagyon jól csinálja, nagyon erős, tehát azért,
És akkor van olyan tényleg, hogy nagyban nyomjuk ott a súlyt, és akkor a 30, már rég számolom 50 és tartod, elfeledkezik róla, tehát közben beszélgetnek, hogy és milyen volt a hétvégét Tamás, tehát hogy így, oké, én meg közben beszarok, de semmi baj, Tamás, milyen volt a hétvégét, halljuk! Milyen volt a hétvégét, Tamás? Igen, agyvérzést kapok, de mondjad csak! Én ki most mentem el, itt van egy ilyen étterem, itt Pomázon, most nem mondom ki a nevét, egy sárga étterem, azt mondom, aki pomázi, az a kemény három ember, aki írta, hogy Pomázon akik szintén, ami elképesztően beszarás. Tehát pont Pomázon, és egyébként 10-ből 8 embernek mondom, hogy mi van? 10 embernek, ha mondom, hogy Pomázon lakok, akkor 8 ember visszakérdez, hogy és ez hol a francban is van? Jön egy mentő, csak nem értem jött, ne vigyetek el! Én sem tudnám, hogy hol van, mert nem érdekelne, tehát egy fogalmam sem lenne, hogy hol van Pomáz, de Szentendre mellett, a Dunakanyar közelébe. Csak hogy mutassam, hogy milyen jassz vagyok, hogy a Dunakanyar közelében. Nem a Dunakanyarban, hanem csak a közelében lakom. Az már egy presztízs, ja? Most tudom jól, hogy most olyan sznobnak, meg beképzeltnek fogok tűnni. Van egy ilyen családi menü, ki van írva, hogy 1 kiló rántott hús van hozzá, köret, leves, meg savanyúság. És ez így 3000 forint. És ki van írva, hogy 1 kiló esetén 3000 forint. Tehát, hogy mi, valaki oda ment volna, és azt mondta volna, hogy egy 1/2 kiló hússal kérem, jó lesz az, de úgyis 3000, nem baj, jó az. Vagy a másik dolog, hogy levest is kapsz hozzá. És múltkor csaj kérdezte, hogy levest is kérsz hozzá, mert itt lehet hagyni. Miért hagynám ott? Megkérdezik, levest kér hozzá. Nem maradhat, nem kérem. Az ár ugyanannyi marad, de maradjon csak a leves. Mint hogy a KFC-ben is oda kedvencem, bemegyek, hello, szia, szeretnék egy ilyen vödröt kérni. Hát persze, tehát én egy egész vödörrel elbánok. És így mondja, hogy csípősen vagy vegyesen kéred? Én gondolom, hogy hát akkor legyen mondjuk nem csípős, vegyesen, tehát vegyesen kérem. De úgyis csak csípősen tudom adni. Akkor miért kérdezed meg, hogy vegyesen kéred-e vagy nem? Hát hogyha csak csípősen tudod adni, akkor csak csípősen adjad, baszki! Jó, oké, alapból, rendben, értem, de akkor mondja azt, hogy bocs, ne elagudj, most jelen pillanatban csak csípősen tudom adni. Ne azt kérdez, hogy vegyesen kéred vagy csípősen, vegyesen kérem, csak csípősen tudom adni. Ez a körülbelül ez a elmész a picsába hülye gyerek. Ki van írva egyébként ebbe az étterem mellé, amiről ugye beszéltem nektek itt Pomázon, van egy ilyen kis piacszerűség. És ki van írva, hogy 1000 forint 1 kiló ruha. Ami ez teljesen korrekt dolog, tehát ugye akinek kevesebb pénze van, esetleg használt ruhát tud így jól venni. De ez nem 1000 forint, most nem megyek bele a részletekbe. És mi van akkor, hogyha én oda megyek és szia, 30 kiló ruhát kérek, ugye 30 000 forint, 30 kiló ruhát, és visszakérdez, hogy vegyesen vagy minden mehet be, mehet minden, alsogatja zokni, és így elképzelem, hogy van egy ilyen vödör ott oldal, tele vízzel, és így gyorsan sunyiban mindenkit így áztatják be vízbe, hogy a pólót meg a pulcsit, hogy nehezebb legyen a ruha, ilyen magyaros szokás szerint. És tudom, ez sztereotípia, meg stb., meg magyar gyűlölőnek tűnök, de ez tényleg így működik, gyerekek, tehát ugye mondtam, hogy én kukás munkát is csináltam, most egy kicsikét abba hagytam, hogy a vizsgák miatt, meg stb., meg gyengékedtem, meg ilyenek, ugye volt a műtét is, majd most fogom kezdeni újra, és amikor petpalackokat kellett belerakni egy tömörítős autóba, nem egy olyan palackot láttam, gyerekek, ami egy rendes palackot is le volt fóliázva teljesen kör, mert tele volt kurva vízzel, hogy nehezebb legyen a cucc. Elképesztő, én ezt megláttam, mondom, wow! Akkor valamelyik nap egyébként azon gondolkoztam, gyerekek, csak hogy tudjátok, hogy milyen nagyon értelmes dolgokon gondolkozok, mert hogy minden egyes gondolatom aranyat ér. Mi vagyunk az emberek, ugye? És anno mi, ugye a Homo sapiens korában, az ősember korában nem nagyon voltunk civilizáltak, sőt mondhatni egyáltalán nem. Tehát ugye a beszélgetés az ennyiből állt, hogy így körülbelül ennyi. És azon gondolkoztam, hogy mi van akkor, hogyha a kutyák most ott tartanak, ahol mi tartottunk az ősember korában? Akkor mi van? Hogy most meglátja az egyik kutya másikot, mi is kezeljétek el, milyen, hogy mi emberek ilyenek lennénk, hogy jön egy ember, és akkor hát az mi lenne? Gyerekek, én ezt már egyszer elmondtam, amikor a szegény fifikét sétáltattam annó, és ugyanezt elmondtam. De gondoljátok végig, ez milyen poén lenne már? És akkor mi van akkor, hogyha mondjuk egy olyan, nem tudom, egy olyan 5-10 ezer év múlva a kutyák lesznek ilyen tök civilizált lények. Lehet, hogy beszélgetni fognak egymással. Érted, jó, kommunikálnak egymással most is, de mi lesz akkor? Lehet, hogy ez így van? Lehet, hogy most ők vannak ott azon a ponton. Lehet, hogy nekik több idő kell. Mert ugye kutyák már azért régóta vannak ők is, tehát az, hogy oké. De hogy lehet, hogy ők is még ott tartanak, tehát ők is egy ilyen kezdeti fázisban vannak. Na akkor mi van? Még a végén ők fognak minket tartani. És visznek így pórázon, azt ott így szaratnak minket a füvön. Lehet, hogy még okosabbak is lesznek. Ki tudja? Tehát, hogy ugye normál ember mind gondolkozik, a híreken,
a problémákon, a szociális problémákon ugye, a pénzügyeken, stb. Én mind gondolkodok, a kutyák lehet, hogy még civilizálatlanok, de lehet, hogy még egy ilyen kezdeti fázisban vannak. Tök jó, nem? Igen, most egy kicsit én észrevehetétek, hogy hát más ugye a környezet. Bár nagyon sok mindent láttok a környezetben, úgy nézem, hogy nagy fehérség itt az egész, úgyhogy semmi probléma. Akkor néhány update, morzsa, vagy ilyesmi, hogy most mi a franc van ugye a videókkal, mi van velem, stb. Ugye volt nekünk egy chatroulette videónk, ami nagyon tetszett nektek, hál' Istennek, Petivel. Na most ugye én oda kiírtam, hogy egy nyílt challenge-et megcsinálok, hogyha elérem az 1000 like-ot, a videó eléri az 1000 like-ot. Na most az 1000 like, ez meg is lett, még aznap, nagyon brutál. Köszönöm, srácok, igaz, hogy már mikor volt, de azért köszönöm még egyszer. Ugye hát ez a nyílt challenge azóta nem lett megcsinálva, most ennek rengeteg oka van. A legfőbb oka is nem fogok kertelni, rohadtul parázok tőle. De nem ez a legfőbb ok, mert megcsinálom. A második ok az, hogy Peti is szeretne ugye részt venni benne, ő szeretné fölvenni kamerával ezt a dolgot, és én is, nekem is jobb lenne azt, hogy valaki fölveszi kamerával, meg azért mégiscsak poénak, hogyha valaki ott kontaktusban vagyok közül, meg hát az egész poén. Úgyhogy azt lenne, hogy ő venni föl kamerával, úgyhogy lerakom egy pontra, és akkor lehet, hogy nincs benne az, ami a lényeg, értitek? Van, a másik az, hogy nem is olyan érünk rá, ugye, mert mondtam, hogy vizsgák voltak, gyengélkedtem, Petinek is most volt az államvizsgája egyébként. Szóval értitek, tehát azért ez így, azért nem jött össze. De majd szerintem, most már azért kerítünk rá időpontot mindenféleképpen. De nem felejtettem el, én megjegyzem, amit ígérek, és be is tartom. Úgyhogy hülye volt, majd megígértem. Nem tudom, egy kicsit olyan illuminált állapotban lehettem, amikor ezt kiírtam, amúgy nem. Akkor a Playitre most már 100%, hogy kimegyek megint áprilisban, ugyanis van jegyem. Nincs nálam itt most, mert mi a fenének utaztassam a jegyet, azért nem egy állat vagy ilyesmi. Úgyhogy nem jött el világot látni a jegy. Eszembe jut ez az ötödik elemből. Corbin Dallas világjegy. Lilu Dallas világjegy. Lilu Dallas világjegy. Világjegy. Tudja, hogy világjegy. Na hát ennyi lett volna most ez a kis vezetős vlog szösszenet. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat közben. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi hülyeséget össze fogok tudni hordani már megint. Tehát, hogy így. Megint csak, hogy beültem, elkezdtem csinálni, és jó kedvem van, úgyhogy gondoltam, why not? Let it fly, yes? Köszönöm, hogy megnéztétek, gyerekek, és akkor találkozunk legközelebbi videónál. Sziasztok! Wow!